Sziasztok, egy nagyon különleges vendégünk van, Vastag Balázs, és nyilván így a vezeték neve alapján könnyű beazonosítani, főleg a szemfüleseknek, a Vastag Tesók harmadik tagja, aki eddig egy kicsit ilyen mítoszok és legendák tagja volt, hiszen eddig még annyira nem mutatkoztál a nyilvánosság előtt, akkor most mi szél hozott ide? Hát először is sziasztok! Nem tudom, hogy nem arról szól, nem nyilatkoztam a nyilvánosság előtt, egyszerűen csak így elterülődött a figyelem rólam, mert van két nagyszerű énekes testvérem, és ők megtöltötték a médiát, és nekem nem jutott eddig hely, vagy nem tudom. Én még az X-Faktor idején olvastam rólatok egy ilyen családi kis cikket, és abban volt róla szó, hogy azt hiszem, hogy te informatikus végzettségű vagy, és így mondtad is, hogy te így még elhatárolódsz a zenétől, meg stb. Pedig én azt hallottam, hogy te is tudsz énekelni. Hát, hogy tudok énekelni, ezt nem tudom, kitől hallottad. Maradjunk annyiba, hogy ja, nem sikerülnek meg az emberek. Amúgy valóban informatikus végzettségű vagyok, ebből a szakmában is dolgozom. Ennyi. Én Csabáikat múltkor már faggattam arról, hogy mit szólsz te, hogy ennyi művészlélek van a családban, hogy így hogy értitek meg egymást, vagy hogyan tudod ezt kezelni, hogy két ilyen úgynevezett jó értelemben elborult agyú művész van a családban. Hát szerintem pont azért tudom ilyen jól kezelni ezt a dolgot, mert én meg pont más érdeklődésű vagyok, és így nem ütköznek így a nappaljaink meg az éjszakáink. Viszonylag ritkán tudunk sajnos találkozni, mert amikor ők dolgoznak, akkor én alszom, illetve fordítva. Néha-néha azért van egy kis átfedés, és akkor szoktunk beszélgetni, de hála Istennek minden rendben van, és tök jól kijövünk. És most, hogy fotózáson vagy itt, azért az látszik, hogy nem áll távol tőled a szereplés, vagy hát ugye a jó külső is, ami a Vastag Tesókat jellemzi. Mégis mi okból vagy itt most? Hát a fotózás egyébként mindig is érdekelt. Én is szoktam fotózgatni, meg illetve szeretem, hogyha engem fotóznak. Úgyhogy igazából ezért is jöttem, hogy legyen rólam egy tök jó fotós adat. És ha már fotózás, akkor meg kell említsük, hogy hát hasonló ízlésvilágotok is van láthatóan mind a három testvérnek. Hogy is van ez a ruha, kölcsön veszem, nem adom vissza, eltűnik, stb.? Hát azért nagyon-nagyon jó. Ugye mi hárman tesók nagyjából egyforma méretet hordunk, mert egy magasak vagyunk, egy az alkatunk körülbelül. Úgyhogy hát elég sokszor van az, hogy a fiúk hazajönnek, kinyitják a szekrémet, kipakolják, amit tetszik, aztán akkor láttam kb. Utoljára a cuccaimat. De azt én is meg szoktam velük csinálni, hogy feljárok hozzájuk, aztán én is rendszeresen kipakolom a szekrényünket, úgyhogy el is tűnik, de vissza is kapok belőle egyébként. Meg hát nyilván visszacsorolva egy kicsit a saját részben, a saját ruhámat részben, meg amit tetszik, azt azért elveszem tőlük, de persze, hogyha kérik, akkor visszaadom. Csaba, nem lesz hárklis arra, hogyha a látható, szoktuk látni, hogy ilyen nagyon különleges darabokat szokott viselni fellépéseken, főleg itt az öltönyökre gondolok arra, hogy nem harap, hogy vettétek, nem tudok fellépni, vagy valami. Nem, hát valamit még én sem rá kell hozni tőle, de az ilyen egyszerűbb ruhákat, azokat néha még észre sem veszi, hogy nincs már meg. Hoppá. És akkor ilyenkor hogy kerül vissza? Mert azt hallottam, hogy ritkán tudtok találkozni, akkor gyorsan leugrok Veszprémbe, és úristen, add vissza a kabátom! Nem, hát azért szoktak hazajárogatni, vagy volt olyan, hogy mint a Norbi járt felénk, akkor neki adtunk oda egy ilyen papnyi ruhát, amit véletlenül elhoztam. De úgyis volt, hogy jöttünk fel, és a Csabi nem volt itthon, aztán a lakásba összeszedtem azt, amit találtam az enyém, vagy a Tomikát szoktam néha kérni, hogy segítsen bejutni a lakásába. Szóval ilyen összeszövetkezések vannak, ennyi? Igen. És az a legjobb, amikor megyek a Csabi lakásába a cuccaim, és a Tomikán vannak az én ruháim. Csak ilyenkor azonnal vedd le! Igen, azonnal vedd le. Nyilván nem fog levetkőzni az utcán, de ja, azonnal vedd le. És gondolom telefon is van, hogy már megint nálad van az kék pólón, vagy most kinél van? Persze, ez a rendszeres. Pont amikor fel akarom venni a valamelyik ruhámat, és nincs meg, akkor rögtön körbe telefonálom őket, hogy akkor melyik ötök vitt el. És akkor derül ki, hogy éppen Nagykanizsán van a cuccom, a másik meg Nyíregyházán, úgyhogy nem tudom fölvenni. És most, amiben fotózkodtál, az kinek a cuccai, vagy most ez hogy állt össze? Hát az saját, meg hát a Tomikától kölcsönöztem egy zakót. Bocs, Tomika. Hát akkor Tominak kinek üzenjük, hogy itt van az a zakó. Így van, úgyhogy ha kell, akkor ide jöhetsz érte. A másik információ, amit meg kéne, hogy kérdezzek, az az, hogy indulni fog hamarosan egy portál. Ez a, jól tudom, a Sztár vagyok internetes portál, ami egy adatbázis lesz. Azt mondd el nekünk, hogy gyakorlatilag ez mit akar, és mi lesz a funkciója? Hát az kicsit több lesz, mint egy adatbázis. Ez egy művészeti irányultságú közösségi oldal lesz. Tehát igazából a Sztár vagyok arról fog szólni, hogy bárki, aki tehetségesnek érzi magát bármilyen művészeti ágban, legyen az festészet, modellkedés, éneklés, zene, tánc, festészet, szobrászat, teljesen mindegy micsoda. Eljött hozzánk, megmutathatja magát mi nálunk, és hogyha valóban tehetséges, akkor a közösség tagjai fel tudják őt karolni, és ezáltal sztárrá válhat bárki nálunk az oldalon. Nincsen igazából, illetve van zsűri,
a nézők, a zsűri. Én azt hallottam, hogy ez egy ilyen közös gondolat volt, azt hiszem, hogy a te Csaba és még egy pár embernek a közös gondolata, de végülis mi hívta életre ezt az egész oldalnak az ötletét? Ez egy nagyon-nagyon régi ötlet, az már kb. 8-10 éve megfogalmazódott bennünk, hogy mivel én művészetet annyira nem művelem, inkább csak hallgatom, meg nézem. Valamilyen módon viszont engem is, engem is nagyon érdekel ez a dolog, és mindenképpen szerettünk volna valami olyasmit csinálni, így hárman tesók, hogy minden hárman benne vagyunk, viszont ők énekelnek, én meg nem, és így jött az ötlet, hogy csináljunk valamit, ahol, illetve kicsit kiterjesztettük az ötletet, és akkor így jött a dolog, hogy csináljunk egy ilyen oldalt, ahol mindenki ott lehet, és mindenki megmutathatja magát. Mikorra várható, hogy elindul az oldal? Ez egy heteken belül be fog indulni, most igazából teljesen kész van az oldal, most tesztelés alatt áll egy-két funkció, szerintem egy-két héten belül indulunk. Hát akkor sok sikert kívánok ennek a portálnak a működtetéséhez, és halljunk még rólad is egyre többet, nem csak a Tomiról és a Csabáról. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm én is. Szia. Tudom, most el akarod nyomni, mert vége a videónak, igaz? Pedig most jön a lényeg. Legyenek neked is sztárfotóid. www.kaszásbence.hu www.objektívfotó.hu. Szeretnél még többet látni? Akarsz értesülni a legfrissebb újdonságokról? Kövess minket a Facebookon is! Média partnerünk